A rendőrség tanítási időben rendszeresen tart olyan foglalkozásokat és vetélkedőket, amelyekkel a gyermekek és a pedagógusok közlekedési ismereteit is fejlesztik. A KRESZ szabályok mellett a kerékpár biztonságos kezelését is tanítják a gyerekeknek, a szünidőben ugyanis megnő a biciklivel közlekedő fiatalok száma a kerékpárutakon és az utakon. Ilyenkor nyáron a szünidő miatt nyilván nagyon sok gyereknek a felügyeletéről nehezebben vagy egyáltalán nem tudnak gondoskodni a szülők, önállóan közlekednek a gyerekek, és ez jelenthet egy fokozottabb veszélyforrást. Éppen ezért gyűjtöttük csokorba a legfontosabb tanácsokat, elsősorban a szülők számára. Talán a legfontosabb az, hogy kisebb gyereket ne engedjünk önállóan közlekedni, kerékpárral sem. Tudni kell, hogy 12 éves kor alatt főútvonalon nem is szabad kerékpározni, de 12 évesnél idősebb gyerekeknél is a szülő minden esetben, mielőtt útjára engedi önállóan közlekedni, akár kerékpárral, akár máshogy, győződjön meg arról, hogy a gyerek ismeri a legfontosabb közlekedési szabályokat. Az alapvető közlekedési szabályok, a lámpák és a zebrák megfelelő használata mellett fontos, hogy a gyermek uralja a kerékpárt, tudja azt biztonságosan hajtani, tudjon kanyarodni és fékezni, valamint a bicikli is megfeleljen az előírásoknak. Fontos tehát a kerékpár műszaki állapota, fontos a látni és látszani elv, legyen megfelelően felszerelve a kötelező tartozékokkal a bicikli, ezek közül a legfontosabbak az első-hátsó lámpa, első-hátsó prizma. De sokan azt gondolják, hogy a világító berendezések csak éjszaka fontosak, ez nem így van, hiszen nyáron egy hirtelen jött viharban olyan látási viszonyok alakulhatnak ki, hogy napközben is lehet szükség ezekre a lámpákra, tehát ha mondjuk a strandra indulunk a biciklivel reggel, elképzelhető, hogy délután már olyan időben jövünk vissza, hogy szükség lehet a lámpákra és a prizmákra. A kerékpáros sisak nem kötelező tartozik, de a rendőrség mindenki számára ajánlja a viselését, hiszen, mint ahogy azt Fülöp Gergely is elmondta, életet menthet.